Jöjjétek, harabiák! Hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zaglova vagyok. Ez pedig itt nem más, mint a Panzer Corps 2. Folytassuk nyugati hadjáratunkat Norvégia után. Belgiummal fogunk kezdeni. Majd be fogom mutatni a másik vonalat is. De egyelőre most nézzük meg Belgium és Holland. A holland erőd vonal, vagy hát igazából ez csak Belgiumra koncentrál, holland hadjárat az igazából csak két várossal képviselteti magát. Ebben a misszióban. Ez egy elég érdekes misszió, ami azt illeti. Megpróbálom úgy megoldani, hogy ne kelljen sokat szenvedni, bár elég nehéz. Ahhoz képest, amilyen az egész játék. Le kell telepíteni a csapatainkat. Most már rájöttem arra, hogy elég jól lehet overstrangelni, tehát plusz erősítést kiadni, de ugye az elveszi a core egységhelyekből ugye a helyet. Tehát hogyha erősíteni akarunk egy csapatot, akkor ugye az valamelyik nem vesz helyet el. Például hogyha 11-re vagy 12-es erőre akarjuk felhúzni, az nem vesz el helyet a core slotból, és nem is túl drága végül is. Így lehet ilyen 11-es páncélosokkal menni már az első mapokon, meg 16-os gyalogságokkal, de mondjuk a repülőket azokat eléggé költséges. De a későbbiekben ugye meg lehet tenni, csak ugye minél erősebb egységekkel megyünk bele a csatákba, annál kevesebb egységünk lesz. Értelemszerűen. Ugye a gyalogság az megmaradt 15-ösnek, ezt mondjuk mai napig nem értem, hogy ez milyen logika alapján van felépítve, de hát most mi se kő. Szerintem nyomuljunk előre, aztán meglátjuk. Ugye vannak most már ezek a prototípus egységek, szerintem elég jól működik. Ja, meg hát ugye van a kamuflázs, minden egységnek ki lehet adni. Továbbra is azt mondom, hogy eléggé hülyé lett megoldva. De ez van, ilyen világot élünk. Ugye most már berakták ezt a telepítőképernyőre ezt az összesített cuccot. Végül is ezt a deployment fázis, vagy tehát telepítési fázis panelt. Ugye itt egyetlen gomnyomással tudunk bizonyos parancsokat kiadni, megkönnyíti egy kicsit a dolgunkat, de aki szeret szöszölni ezekkel a missziók közötti fejlesztésekkel, erősítésekkel, új egységek vásárlásával, az ugye ezt figyelmen is kívül hagyhatja ezt a panelt. De igazából az erősítésre jó használni. Másra én nem igen szoktam. Na, tehát ez egy klasszikus rohanjunk fejjel a falnak küldetés lesz. Itt az ebben emel erőt, amit ugye értelemszerűen az ejtőernyősök ledobásával kell abszolválni. Nekem van egy saját ejtőernyős egységem. Őket szerintem meg ledobom ide támogatásnak. És egy nehéz tüzérségi egységgel kellene itt tevékenykedni. Most megpróbáljuk azt, hogy a tüzérséget kiszedjük a strukákkal. A csatarepülőkkel lőjük ezt a hangár épületet, a vadászgépekkel pedig megvédjük a csapatokat, meg a saját zuhanóbombázóinkat. Állítunk egy csapdát a kitörő gyalogságnak,
végül is tudunk előre menni. Páncélosokkal majd megpróbálunk egy folyamátkelést abszolválni. Nem tudom még, hogy hol. Aztán itt is van egy elég kacifántos, jól megerősített holland város. Megpróbáljuk megkerülni. Közben a tüzérséget hozzuk előre. Jó, támadni nem. Nem erőszakoljuk a támadást, ugye bekerítettük az erődöt. Az erődrendszert. Közben bocsánatot kérek, de a hangot egy kicsit visszaveszem. Remélem, hogy nem volt olyan. Hogy nem lesz olyan zavaró. No kérem, ugye ledobás után nem lehet az helytelenségkel támadni, viszont most már nem úgy van megoldva, ugye, mint az első részben, hogy sokat kell várni. Hát hogyha felszállunk a repülővel, akkor abban a körben, hát ugyanabban a körben fel tudunk szállni, amikor oda mozgatjuk őket a reptére. És ugyanabban a körben le tudjuk dobni az eltérésüket, amikor elmozgunk a reptértől a szállító repülőkkel. Remélem, így nagyjából össze tudtam foglalni, amit akartam mondani. Jó, már én is egy vadász. Elég érzékeny veszteségeket okozott a páncélosnak és a páncélos egységnek. Igen, itt ilyen ellentámadásokra kell az elején építeni. Megpróbálják a körbezáró egységeket megsemmisíteni. Stukát mindenáron védeni kell. Nem lehet elhanyagolni a stuka védelmét, mert rohadt költséges mindig új egységeket venni, illetve venni, állományba helyezni. Kéne valamelyik tankkal előre menni. Ugye az jó, hogy itt partot tudnak váltani a páncélosok. Ezek ilyen lényegében ez nem olyan jelentős folyó, és egy, tehát ha meg kell közelíteni egy kör alatt, és akkor hirtelen partot is lehet váltani. Jó, menjünk előre. Mindent összevetve egyébként eléggé jól összerakták szerintem a Panzer Corps 2-t. Megvannak a szokásos, ugye, amit már később, tehát már korábban is mondtam, megvannak ezek a szokásos Order of Battle-féle szerintem észszerűtlenségek. De megvan a hangulat a Panzer Corps 2-nek, annyi, hogy túlságosan elnagyolt lett az alapjáték, de ugye az első Panzer Corps is ilyen volt, hogyha belegondoltok. Csak ott valahogy nem tűnt ennyire elnagyoltnak. Itt viszont ehhez a mechanikához elnagyoltnak tűnik a kampány. De higgyétek el, mire elértek mondjuk Oroszország vagy a Szovjetunió lerohanásának végére, addigra már nem lesz ilyen, nem lesz, vagy nem így fog tűnni, hogy ennyire elnagyolt az egész játék. Na nézzük. Felderít. Páncer 4-es. Amíg nem jön egy komolyabb páncélos ellentámadás, vagy páncélvadászokkal támogatott ellencsapás az ellenség részéről, addig igazából nem sok félnivalónk van. Egy gyalogos ellentámadást próbált bevezetni, méghozzá sima belga gyalogsággal, amit mi az ejtőernyősökkel elhárítunk.
Ez így nagyon jó. Stukákkal kéne befejezni a pusztítást az erődrendszer ellen. De a legnagyobb probléma az az, hogy ezt elbasztam. Azért basztam el, mert mindjárt látjátok. Mert... egyrészt itt ugye csak a tankok tudnak partot váltani, a páncélvadász már nem. Azt mondjuk nem értem, megmondom őszintén. Itt nem mozgattam előre az utászokat, és az utászokat kellett volna sokkal hamarabb előre vinni. Mondjuk ezt ez a 88-as kell már ide, mert vadászokkal úgyis helyre rakom a francia vadászokat, és nem sikerült. Na jó, mindegy. De ilyenekre kell figyelni, hogy a hátunkba ne hagyjunk ellenséges erőket. Biztos emlékeztek az első páncélkorc játékokra, hogy ott is hatalmas problémákat tudott okozni az, hogyha ott hagytunk úgymond egy egységet a hátunkban, és a kitüzendő célokat, amikor már azt hittük, hogy a pálya, vagy hát a misszió végén elértünk mindent, akkor megdöbbenve tapasztalhattuk, hogy az hátrahagyott gyalogos egység valamilyen úton, módon vagy erősítést kapott, vagy még az se, és úgy mozogva ugye sikeresen el tudott foglalni győzelmi feltételhez kötött településeket, és ugye buktuk az egész missziót ez miatt, vagy hadjáratot inkább úgy mondom. Na hát itt ez megint klasszikus hiba, ugye ezeket addig nem szabadott volna mozgatni, főleg ezt a páncélvadászt, vagy a 88-ost, amíg ez a gyalogság ugye ki nincs verve a városból. Ilyenekre oda kell figyelni. Ugye most megint azt értem el, hogy az ellenséges vadászt hátra tudta vinni, és ja nem, egy elment vele, próbálja védeni ezt a bombázót, a belga bombázót. Ezt bebukta, mert szerintem ezzel a vadásszal elérem. Sőt, még ezzel tudom a bombázót is támadni. Sőt, még a csata repülővel tudom szintén a bombázót támadni. Nagyjából jók vagyunk. Újra használjuk fel az ejtőernyőseinket. Na, erről beszéltem, hogy ugye ahogy feltesszük őket a gépre, abban a körben még tudjuk is őket mozgatni, ami szerintem szenzációs. Az ejtőernyőseket hátra hagyjuk, megpróbáljuk őket bevetni még egyszer. A légvédelmet azt a páncélosokkal felszámoljuk. Szerencsére nem olyan légvédelemről van szó, ami nagyon hatékony lenne. Ezáltal... ezáltal könnyen ki tudtuk füstölni. Sőt, még a repteret is el tudjuk foglalni. Ami azt jelenti, hogy a stukákkal meg befejezzük itt a műveletet. Ezt sokkal hatékonyabban és sokkal okosabban ki lehet vitelezni ezt a fajta mozgást. Ezt az ejtőernyős egységet azt előre hozzuk. Egyébként a Panzer Cross 2 nagyon jól használja a hősöket. Vagyis hát igen, a hősök ugye különleges karakterek, eléggé logikus, értelmezt akartam mondani, de inkább a logikus a jó szó. Tehát itt csak azt sajnálom, hogy vannak olyan hősök, amik nem illenek mondjuk egy páncélos alakulathoz, de csak páncélos vagy gyalogos egységhez érdemes hőst hozzáadni, szerintem. Aztán aki játszott vele, az cáfoljon meg. Jó, hidászokat meg, vigyük meg, hogy itt át akarok kelni valahol. Na.
igazából itt az első pályákon nagyon kijön az, hogy pályákon, nem tudom miért mindig pályákat mondok, de hát teljesen mindegy. Tehát nagyon ki... Elnyomtam. Tehát nagyon kijön az, hogy mennyivel hatékonyabb a mi haderünk, mint a, az ellenség hadereje. Hát később már Afrikában, meg a Szovjetunió megtámadásánál ezt majd elfelejthetjük, hogy ezt érezzük, de addig, amíg így van, addig éljünk a lehetőségekkel. Szerintem helyezzük előre a légierőnket, nem érdemes itt hátul tartogatni, ugye egy kört mindenképp el fog emészteni ez. Csak ilyen nagyon kell figyelni, hogyha nagyon előre toljátok a légierőt, akkor értelemszerűen arra nagyon kell ügyelni, hogy nehogy az AI elfoglalja azt a repteret. Mert ha megteszi, akkor szorul a hurok, és a, hogyha nincs olyan közeli repülőteretek, ahova vissza tudnak térni a saját gépeitek, akkor le fognak zuhanni. És hogyha van is olyan reptér, ahova vissza tudnak adott hatókörön belül térni, akkor pedig ki fognak esni elég sokáig a harcból. Uram, Isten! Jó, hát ez egy Hotchkiss, egy Renault, meg még egy Renault, meg szerintem hátrébb még van. Hát ezt elbasztam, de most már nem backup, vagy nem undózok. Valamikor elmegy a kedvem az undótól, inkább akkor veszítsem el az egységet. Vagy újra kezdem a missziót. Én nálam nincsen töltés, visszatöltés. Nagyon ritka, amikor eljutok arra a pontra, hogy tényleg visszatöltsek egy állást. De főleg akkor szoktam visszatölteni állást, amikor egy nagyon jó egységemet bukom el, vagy ha megpróbálom teljesen kimaxolni az adott missziót. Ennek az egységnek satú. Nem. Nagyon nagy szerencsém volt. Nagyon nagy szerencsém volt. Óriási mondhatni. Az ejtőernyőseket berakjuk ebbe a településbe, vagy berakjuk erre a településre. Ezzel igazából szinte a páncélosok ellentámadásának lendületét meg is törtük. Alapból nem fognak tudni olyan úgymond rohamot vezényelni, de amire felkészítve vannak. Hogy ezzel nyertünk egy kis időt, sőt előre vonjuk a 88-asokat majd, akik fel fogják számolni. Fel fogják számolni remélhetőleg ezt a páncélos éket. Na, meg akkor haladjunk itt is előre. Kéne lennie valahol még egy vadásznak, így van, akit meg telepítsünk át éjszakra. Megpróbálom ezt a fajta technikát most. És érdekes módon nézzetek meg, hogy a bekerítésből azáltal, hogy innen elmozgattam a saját páncélosomat, nézzétek. Most be van kerítve ez a két fontos páncéltörő löveg. Vagy hát páncéltörő egység, két fontosokkal felszerelt. Ha ide mozgatnám ezt a páncélost, akkor a játék logikája szerint kikerülne a bekerítésből. Szerintem nem kerülne ki. Szóval ilyen dolgok, amik miatt nagyon furcsán nézek erre a játékra jelenleg, és ez volt az, amit nagyon szerettem volna elkerülni. Amikor meghallottam, vagy megtudtam, hogy milyen lesz az a játék, hogy milyen feature-ket terveznek bevezetni. Pontosan ez volt az egyik dolog, ami miatt ótkodtam volna a készítők helyében ettől a fajta megoldástól. Tehát lelkük rajta. Sokan elég
mélyen szántó kritikákat fogalmaztak meg a Panzer Corps 2 fórumán, és azt kell mondom, hogy igazuk van. Nekem is mindig van egy ilyen kis hátsó, ilyen ellentmondásos érzés bennem, amikor játszom a játékkal, de valamiért azért ugye játszhatja magát, szóval megvan benne ez a kis civilization feeling, úgymond. Tehát azért megvan a sajátos Panzer Corps stílus, hangulat, a mégis maga az elmélyültsége, annak a gyalogságnak majdnem annyi lett, és ezt a gyalogságot ezt ide be is zárta teljesen. Úgyhogy itt ez bukó is elvileg. Ha csak nem tudom ezt megtenni. De így se tudom elmozdítani ezt a gyalogságot, csak feltölteni. Úgyhogy reméljük a legjobbakat, ugye? Ugye itt lehet egy nagy, nagyon nagy csavart csinálni azzal, hogy ezt az elterjedés egységet mondjuk ide kimozgatjátok, ezt átállítjátok a 88-as páncéltörőre, és mindjárt az a páncélosok mehet is a levesbe. De hogy az egy vadászgép, bocsánat, nem láttam. Az a baj, az is egy páncéltörő. És mivel most kimozgatta a páncélos támogatását onnan, ezért elég jól meg lehet kerülni a várost. Teljesen jó. Meg rohamozzunk akkor itt tovább. Nagyszerű. Antwerpent bevettük. Egyébként most néztem korhű képeket arról, hogyan bombázták szét a németek Antwerpent. Nem semmi volt az se. Hát azért azt tudjuk jól, hogy nem csak a szövetségesek bombázták ám szarrá Dresdát meg ilyenek, hanem azért a németeknek se kellett a szomszédba menni egy kis rommá bombázásért. No, Brüsszel kapujában állunk, szerintem van 13 körünk, sima ügy lesz, másodlagos feladatunk nincsen. Ezt is sokan hiányolják a Panzer Corps 2-ből, hogy nagyon kevés a hadjáraton belüli, úgymond tényleg másodlagos küldetés, feladat. Ugye a régi Panzer Corpsokban felüldülést jelentett bizonyos ilyen mellékszálak felgöngyölítése, és tényleg elég jól is tudott működni. Hú, de jó, azt megmentettem azt az ejtelenős egységet. Ugye itt megint azon kell elgondolkozni, hogy az nem core egység, ugye nincsen a nyíl fölötte. Ezért itt mindenki saját maga dönti el, hogy megmenti ezeket az egységeket, vagy hagyja őket elpusztulni, esetleg feltölti el őket utána, vagy spórol a pénzzel. Ugye rendkívül jó testre szabható maga a vezéregység, ami azt jelenti, hogy tényleg hihetetlen módon testre szabható, tehát van olyan skill, amivel saját auxiliárisokat, tehát segéderőket lehet a csatákba behívni, ugye akiket nem viszünk magunkkal tovább, de viszont egy adott csatában viszont meg nagyon hasznosak tudnak lenni. És ezáltal ugye megvan a, hogy mindig feljön a kérdés, hogy megéri-e. És bizony néha nagyon, nagyon is megéri. Én ezt az elterjedés alakulatot most én szerintem nem fogom feltölteni, hanem inkább valami olyat kéne, hogy és tudom, talán az utászokat kellene ide hívni, így van. De az utászok azért jók, mert városok ellen nagyon hatásos egységek. Nincsen több vadászom. Akkor azt állítjuk vissza.
ez, hogy ezt a switchelést berakták, ez volt az egyik legjobb húzás, amit berakhattak, szerintem. Ugye a modokból volt nagyon népszerű ez. Falat kenyéri jellege van. És majdnem minden egységgel meg lehet ezt oldani. Hát meglátjuk, hogy ez a páncélos itt túléli ezt a kalandot, vagy nem. Hát mennyi a feltöltés? 59. Egyelőre mozgassuk csak ezt a csapatot. Jó, ez jó. Jó. Mert a következő kör. Az ellenséges légerőt tulajdonképpen kikapcsoltuk a harcból. Ugye, indirekt, illetve direkt módon. Például most itt befejezi a Messerschmittünk, befejezi az ellenséges légierő teljes megsemmisítését. Nagyon bátran harcoltak. Tehát ennyit erről. Igen, ez az, ami Panzerkorps AI-nak az egyik nagyon-nagyon-nagyon ütős, de mégis két élő dolga, nem is dolga, hanem nem tudom, ez olyan furcsa a Panzerkorps AI-ban. Régebbi AI-kban is megfigyelhető volt ez a fajta mentalitása az AI-knak, hogy kiütnek a leggyengébb csapatokra, ezáltal legsebezhetőbbé válnak. De hát ez van. Ugye végül sarokba szorított egységekről beszélünk. Úgyhogy még hihető is valamilyen szinten. Bár én azt mondom, hogy hogyha egy városba beszorított gyalogos csapat lennék, akkor én nem valószínű, hogy így kitörnék ebből a városból. Na, mi van itt még? Ezt mi zárta be ide? Akkor az utászok előre. Hát igen, érzékeny veszteségeket szenvedtünk, akárhogy is nézem. Ja, az egy páncéltörő, nem tudtam elképzelni, mi állott. Azért nem tud az előre menni. Most jön az a pont. Itt egy helycserés támadást kéne végrehajtani. És elvileg így van, a bekerítés megszűnt. Aha, hát jó, akkor töltsük fel ezt az ejtős csapatot. Talán nem buktunk vele annyit. Vonuljunk vissza a hídról, mert ez az ACG tank, ez a belga tank, ez ránk jön. Ez a páncélos is egy nagyon kiszolgáltatott helyzetbe lett kényszerítve. De azért még ott az megoldható helyzet szerintem. Jó, hát ez a páncélos szintén, meg ez is, de jó, jól állunk ahhoz képest. Jön a bombázó, de ott a 88-as. Nem radírozta rá, de mind a kettő maradék erejét. Ugye érdekes, hogy itt úgy beszélünk az egységek erejéről, hogy ezzel a számértékkel szimbolizáljuk, de ugye ez igazából százalékos értékként a legjobban felfogható szerintem. Csak hát ugye, amikor így csata közben beszélünk róla, akkor ugye a hülyén veszi ki magát. Nagyjából meg vagyunk. Itt már sok vizet semmi nem fog zavarni. Még ez a páncélos, de ugye ez meg most saját magát húzta csőbe. Menjünk maguk hús felé, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Megkerüljük szépen. Egyébként a játék zenéje szerintem
rendben van. Tehát nem... se nem rossz. Azért... megvan egy ilyen kis epikus beütése. Próbálták ezt a... kicsit ilyen teátrális... nagy, nagy zenekarira hasonlító... dolgot megalkotni. Hát ez több-kevesebb sikerrel ugye összejött. Jó. Szerintem az ejtősökkel ugorjunk ide. Azok gránátos, nem, azok is ejtőnyisek, a gránátosaink itt vannak. És nagyjából szerintem befejeztük a mapot. Ugye még itt ezt a brüsszeli belga gyalogságot kell kipiszkálni innen. És... az ilyen műszaki alakulatok, mint a hidászok, nagyon gyengék a közelharcban. Bizonyos hősökkel, meg illetve rengeteg tapasztalattal elérhető egy olyan szint, ahol azért fel tudják venni a harcot az ellenséges gyalogsággal, de egyébként rommá szokták lőni őket. Én elég sokáig elvittem, Stalingrád utánig elvittem egy ilyen hidász alakulatot. Nagyon kell rájuk figyelni, de egy stratégiai, jó stratégiai pozícióba elhelyezett ponton híd, az csata döntő tényező tud lenni, ugye itt leginkább arra értem ezt, hogy hány kör alatt fejezzük be az adott hadjáratokat, vagy hadjáratot. Próbálkozik, próbálkozik. Hát ugye már hova? Már hova-hova. Az utászok is inkább támadásra használható alakulatok. Látjátok? Védelemben már ki is üstölték őket. Majdnem meg is semmi. Meg is adták magukat. Na, és ugye ez az, hogy ez egy nagyon jó utász volt, még hős is volt velük. Tehát így lehet bukni el a legjobb csapataidat. Én ezt már nem fogom undozni, mert semmi értelme. Mert úgyis ki fogom szedni stukával azt a páncélost onnan. Lát... ja, az a stuka jó. Ugye eléggé... csapataimat eléggé meggyalázták sajnos. Még itt pofáztam. Ugye itt a gyalogság kellett volna. Akkor éljünk a bekerítés lehetőségével. Igazából ennyi. Ledobjuk az ejtősöket, bezárjuk ezt a várost is. És nagyjából ugye kész is vagyunk. És ez a város még nincs bekerítve, tehát ezek a furcsa dolgok. Na, de szerintem nagyjából megint kész vagyunk. Ugye ez egy nagyon érzékeny veszteség, mert egy eléggé, tényleg egy lövészpáncélosokkal felszerelt, eléggé tapasztalt, az első misszió, első hadjárat óta a velünk lévő egység semmisül meg. Azért az nem jó. Tehát igazából ennyi. Nagyon oda kell figyelni. Mert tényleg ez a páncélkorpszai, ez arra van beállítva. De tényleg. Egy az egybe arra van belőve. Hogyha rákaszkodik egy egységünkre, akkor azt addig támadja, ki nem zsigereli az utolsó cseppig. Jó. Igazából most megint már, itt már mit lehet lépni ugye? Lehet még támadni a tüzérséget. És nagyon jól bevédi a saját csapatait ugye? Tehát ezt itt is lehet látni, hogy ugye mivel benn van most ez a támogató... ez a támogató rendszer van ugye a játékban.
piszok jól megvédi saját csapatait. És nem hibáztatható ér, tehát ugye eleve még emberi játékosként is azt mondom, hogy így kell játszani, majdnem. Végül is majdnem, hogyha okosabban játszom, akkor 8 kör alatt meg lett volna ez a... ez a hadjárat, vagy a hadjáratnak az első fele. Tehát igazából csak azt próbálom bemutatni ezekkel a kampány videókkal, hogy mire lehet számítani, meg hogy milyen feature-ök jönnek elő, ahogy haladunk előre a játékban. És akkor látjátok, hogy itt a hatalmas hiba, egy tüzérségi egységet 2-3 körig észre se vettem, hogy ott van. Ezért mindig használjátok a léptető gombot, hogy megmutassa nektek a játék, hogy mivel léptetek, vagy mivel nem. Vagy használjátok ugye a stratégiai panelt, hogy lássátok, hogy van-e egység, amivel mozogtatok, illetve a harcba vihető-e még, mert ez rohadt fontos. Ez egy hatalmas hiba egyébként így, mert az a tüzérség, ha itt van, akkor ezt a tüzérséget már le tudtam volna kötni, és akkor most nem itt tartanék. Nem lövöm le a poénokat, mert elképesztő dolgok vannak egyébként beépítve a játékba. Olyanok, amikre én megmondom őszintén nem is számítottam, amikor megjelent a játék. És nagyon emelik a játéknak a színvonalát. De tényleg, tehát ilyen gondoljatok olyan feature-ökre, ami szerintem még az Order of Battle-be, bár ott lehet, hogy megvan. Ilyen tüzérségi lekötő, tűz, meg a többi. Tehát tényleg ilyen hiánypótló és régóta várt dolgok kerültek be. És mondom, még egyszer, rohadt jó dolgok. Jó, hát akkor várjunk még egy kört, most igazából annyi, hogy lehet, hogy a csatarepülővel még megkínálom ezt a gyalogságot, hogy a beásottsági szintjük csökkenjen. És akkor a következő kör már az enyém lesz. Így is van. De még most már tudom lőni őket. Ilyenkor a végén már ugye meg kell dolgoznia mindennel, amivel lehet. És akkor egyetlen támadással be lehet fejezni. Ugye most már úgy van a játék, hogyha elfoglalsz mindent, akkor nem hagyja. Bizonyos pályákon majd hagyni fogja, hogy tovább gördüljön a támadás, de ott vannak másodlagos célok. Ahol nincsenek másodlagos célok, ott soha nem fogja hagyni, hogy tovább vitt. Hogyha elfoglalod az utolsó elsődleges célt, akkor már nem lesz lehetőséged megsemmisíteni az ellenséges egységeket. No, ez lett volna a belgiumi misszió. Tehát a nyugati hadjárat belgiumi része, és ugye jön Dunkirk. Most nézem, hogy még mozgott is a tábornok keze. Aha, igen, ja, itt mozog. Ja. Ja. Na, ez egy nagyon érdekes misszió megint. Most kaptunk egy... Kaptunk egy dupla támogatott egység, egy hőst, aki dupla támogatást ad annak az egységnek, akihez hozzárendeljük. És elvesztettük az utászainkat, akiket egyébként nem olyan nagyon költséges pótolni, mint azt a korábbi Panzer Corps játékokban ugye láthattuk. Ennyi, igazából elég egy olcsón megúszható. Ugye az utászoknak egyetlen jó bevetési úgymond eljárása van, ugye megerősített állások ellen, vagy aknamezők ellen, tehát műszaki akadályok ellen értelemszerűen, de hogyha védekezniük kell egy, és nem városban vannak, hanem reptéren, vagy mezőn, vagy nagy isten ilyen
megművelt területen, vagy hegyvidéken, akkor nagyon kétséges kimenetelű harcokba lehet velük bocsátkozni, ami nem jó. Tehát ezt próbáljátok elkerülni. Az utászokat arra kell használni, hogy a beásolt gyalogságot, a bunkereket, és a, tényleg az ilyen műszaki akadályokat pusztítsuk velük. Minden másra ott van a gránát, ott vannak a gránátosok, meg a sima gyalogság. Most ezen a... ezt a Dunkirköt most nem fogom megmutatni. Ez lesz a következő videó témája a Panzer Corps 2-vel kapcsolatban. Megpróbálok most majd egy kicsit aktivizálódni, mert volt egy hetem, amikor igazából napközben tudtam volna videókat gyártani, de mégsem tettem meg. Megkérdezzétek meg, hogy miért. No, hát ez lett volna akkor Belgium, és folytassuk a következő videóban az angol expedíciós haderő tengerbe szorításával ezt a sorozatot. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!